A nyugdíjreform elleni újabb nagyszabású tiltakozásra szólították fel tagjaikat a francia szakszervezetek vezetői. Az akciót június 6-ára tervezik, mivel a francia törvényhozás két nappal később tárgyalja azt a törvényjavaslatot, amely a nyugdíjkorhatár 62-ről 64 évre emelését kívánja hatályon kívül helyezni. A hetek óta változó intenzitással zajló sztrájkok és tüntetések eddig főleg a nagyvárosokban okoztak fennakadásokat.